Jó estét kívánok, kedves nézők! Ez itt a kezdőkör, és hát nem árulok zsákba macskát rögtön az adás elején. Ez egy focis adás lesz, alapvetően labdarúgásról fogunk beszélgetni. Fociról, labdarúgásról, mert hát most már az is óriási hangsúlyt kap lassan, hogy aki romantikusan gondol a futballra, akinek ez még foci, akinek ez még kőkemény üzlet, egyáltalán van-e különbség, különböző sportágakról beszélünk-e, és hát azt hiszem ebből már kiderülhetett, hogy ez a bizonyos Superliga, mely egyébként már az előző adásunknak is a tartalma volt, vagy részben témája, ez kerül napirendre. Bevallom őszintén, ezzel kapcsolatban egy kicsit ilyen Monty Python feelingem van. Egy héttel ezelőtt, tehát 7 nappal ezelőtt arról beszéltünk, hogy itt van ez az ötlet, mi lesz belőle, óriási svunggal elindul, megtárgyaljuk majd, hova fog kifutni. Eltelt egy hét, és arról beszélünk, hogy lett vége az egésznek. Az szerintem... adás után 10 perccel jelentette be, azt hiszem a City, hogy kiszáll. Igen, tehát nagyjából annyit élt, hogy ha már kezdőkör az adás címe, mint hogyha a játékvezető azt se engedi meg, hogy a labda a kezdőkört elhagyja, és rögtön lefújna a meccset a kezdőrugás után. Rendkívül izgalmas, érdekes és sokrétű a téma, és remélem, hogy sokféle szempontot sikerül majd átbeszélnünk a mai adásban. Vendégeinkkel, akik közül Kajzer Tamást már láthatták, nem igazán vendég a stúdióban, de... Vartagadó. Csak hogy mondtad, hogy a romantikus. Igen, igen. Ő is természetesen a saját álláspontját ki fogja fejteni. Itt van velünk Somos Ákos, a Spieler TV angol futball kommentátora. Ilyen tekintetben azt hiszem elég sokfelől érintett ebben a kérdésben. És külön szeretettel köszöntöm Kele János futball bloggert, a 24.hu szerzőjét, aki azt hiszem nem csak feltétlenül a foci rajongók körében eléggé ismert most már arról, hogy sport témájú ügyekben nyilatkozik, jóval több egyszerű sportrajongónál, és azt is elárulom így előre, de ki fog derülni, hogy azért meglehetősen ellentétes álláspontok vannak itt például a Superligával kapcsolatban az asztalnál ülők között. Kezdjük ott, ahol az egész véget ér, majd persze kiderül, hogy mennyire ért véget. Miért ment ez így azonnal gajra? Szerintetek. Tényleg egy héttel ezelőtt arról beszéltünk, hogy 12 klub gyakorlatilag hazavágja az európai labdarúgásról eddig alkotott képünket, a Bajnokok Ligájáról alkotott képünket, és tényleg, hogy Kajzi is mondta, gyakorlatilag 5 perccel később már nem létezett az egész. Elrontották, rosszkor hozták fel, hamvába holt ötlet, ti hogy látjátok? Én csak nagyon röviden, szerintem miért lett vége. Ez olyan, mint amikor az embernek van egy meglévő párkapcsolata, ami nem olyan rossz, úgy működget, és akkor jön, mit tudom, mint Claudia Schiffer, mindenki helyettesítse be, elgondolkozik, bizonytalanság van, és akkor mégis inkább a tutira megy. Tehát szerintem valahol ezért lehetett vége ennek a kapcsolatnak, mert Schifferért mi sokan álltak sorban. Illetve, hogy mondjuk a Claudia Schiffer jön föl a lépcsőn, vagy a liften, de még nem láttuk meg, amikor már közlik, hogy inkább mégse. Tehát, hogy nem lett kellően felvezetve. Tehát hiába tudom, tehát van ez a régi víz, tudod, hogy úgy szeretném még egyszer. A Claudia Schiffer, mi egyszer már meg volt, nem, de egyszer már szerettem volna. Ez körülbelül, hogy mindenki beszélt róla, és amikor úgy nézett ki, hogy tényleg létrejön, hogy a Superligáról most már nem tudom, 10 éve folyamatosan szó van. Minden olyan Bajnokok Ligája szezonban, amikor ugyanaz a 4 csapat ül be a 4 közé, vagy ugyanaz a 8 a 8 közé, minden évben előhezik, hogy ez most már elkerülhetetlen. És akkor úgy néz ki, hogy egyik pillanatra a másikra, hétfőről kedre virradó este bejelentik, hogy na ez meglett. És ugye akkor ebben nem az volt a döbbenet, hogy végül tényleg lesz Superliga, hanem hogy egy ekkora brandet, egy ekkora világnagy dolgot, azt tényleg így kell bejelenteni, hogy egyik este egyszer csak kirakja a Real Madrid, kitwitteli, hogy akkor megvan. És szerintem ez volt a bukás oka, hogy nagyon rosszul lett ez az egész felvezetve. Tehát nem gondolkod, nem lett megmarketingelve, nem lett fölkészítve rá sem az UEFA, sem pedig azok a szponzorok, akik nélkül nyilván ez az egész nem működhet. Emelekedjen. Az egész terv eredetileg állítólag úgy nézett ki, hogy április 15-én fogják ezt bejelenteni. Ezt meg is köröztették, hogy a 12 résztvevő klub közül, majd a Liverpool föltette a kezet, hogy elnézést kérek, de a Hillsborough-i tragédia évfordulóján ezt talán ezzel nem jönnék elő. Tehát, hogy ennyire volt érzékeny ez a közeg arra, hogy majd mit fognak szólni a körülötte lévőkkel. Hát, mennyire... Florentino Perezre bízták az egészet, szóval. Igen, nagyon jelképes, ha már a Hillsborough-t mondott, hiszen az pedig egy még egyen régebbi futballnak ugye az emblematikus tragédiája, illetve hogy pedig egy korszaknak a jelképe, hiszen a Hillsborough-hoz képest lett aztán egészen más a futball a Premier League-gel, és most lett volna valami egészen más a Superligával. Tehát azért valamiféle evolúciós folyamat, ami Darwin óta tudjuk, hogy természetes dolog, a kiválasztódás, az erősek még jobb megerősödése, a gyengék elhullása. Ez továbbra is megvan a fociban, és nekem tényleg az a nagy kérdés, hogy amikor arról beszélünk, hogy
semmi más, mint üzlet a futball. És a legnagyobb gigaklubok, akik a legtöbb pénzt mozgatják, azt mondják, hogy na jó, akkor még tovább lépünk, azok hogy lehetnek ennyire amatőrök? Mert ez olyan, mintha összeállna az öt legnagyobb bank, hogy csinálunk egy szuperbankot, és valami olyan szinten rontanák el, hogy mintha már a kulcssal nem tudnának bejutni a lépcsőházba sem. Tehát, hogy ennek az egésznek az előkészítettsége milyen lehetett, hogyha ez valóban egy régi terv volt? Az is egy érdekes dolog, hogy mennyire volt itt immunrendszere ezeknek az elitkluboknak. Tehát akkor 30 éven keresztül egy iparágban mindig az történik, amit te szeretnél, és megvan ugye ez a vadkapitalista díszlet az egész köré, de hogy pénzzel és még több pénzzel mindig el tudod érni azt, amit te szeretnél. Ha nem nyerjük meg a bajt, akkor veszünk majd drágább játékost. De egyébként a Bajnokok Ligája lebonyolítása is évről évre, vagy három évről három évre mindig úgy változott, ahogy az éppen az elitklubok érdeke megkívánta. Tehát akkor egy idő után kialakul benned az, hogy hát bármit megcsináltok, jó, majd egy picit csaholnak, és aztán abba hagyják két nappal később. És azt gondolom, hogy ezt, tehát rendkívül alulbecsülték azt, hogy itt a közegnek egyrészt milyen lobby ereje, meg milyen érdekérvényesítő képessége van, mert ha már emlegetted a Premier League-et, akkor nagyon érdekes volt azt látni, hogy a Premier League intézményrendszere, mint olyan, élén egyébként a közvetítés jogokat most már nagyon hosszú ideje birtokló Sky-jal, mögötte bizonyos Rupert Murdoch-kal, a világ talán legnagyobb média Cézárával. Milyen elemi erejű fölhorgadást tudott kiprovokálni a szurkol között, csak meg kell nézni egy Gary Neville kifakadást egyébként, aki ebből az üzletből ér halad egyébként, folyamatosan minden kapcsolatban. Ami azért vicces, mert tetszik vagy nem tetszik, de mindenki ebből él. Tehát a Gary Neville, aki egy remek futballista volt, aztán lett egy nagyszerű televíziós szakkommentátor, ugye ez a ti műfajotok, ugye a legjobb, nagyjából az egyik legjobb a műfajban, de hát ő is ebből él, tehát ő abból él, hogy ez a brand, aminek ő is az egyik munkatársa, ez irgalmatlan, népszerű és hatalmas pénzeket mozgat meg, és ez a Superligával is ugyanígy lett volna. Tehát én azt gondolom, hogy a Gary Neville, amikor elhatárolta magát meg, amikor úgy fogalmazott, hogy ő undorodik, azért én nem tettem volna arra túl nagy pénzt, hogyha tényleg elindult volna ez a Superliga, akkor mondjuk egy év múlva ül ő ugyanúgy ott a stúdióban, akár a Sky Sporton, akárhol, és nem kommentálja az első Superliga döntőt, mondjuk. Most, ha azt nézzük, hogy miért bukott meg ez az ötlet, legalábbis ebben a pillanatban, és ugye azt mondja Janek, hogy például ez a Murdoch ott van az egész mögött, akkor az is felmerül, hogy azon kívül, hogy rosszul kommunikálták, valójában kinek az ellenállásán bukott meg? Kajz is azok közé tartozik, vagy biztos elmondja, ki a futball romantika, a régi szurkolói attitűd képviseletében sír vissza én valamit, ami már nincs. Én munkásosztályt vissza a lelátóra, mert tényleg egy United meccsen azt nézi, meg hallani, hogy milyen hangulat nagyon rossz van. Nagyon rossz van, Kajz, nagyon rossz hírem van. Nem fognak visszajönni? 25 évet késtél körülbelül, vagy 40, hát nem tudom. Tehát mikor voltak olyanok utoljára? Tehát most 1980, amikor a Videótonnak kimentünk szurkolni egy UEFA Kupa meccsen, 1985-ben, akkor még igen, mondjuk. De akkor ugye a Manchester United is úgy nézett ki, hogy csak skótok meg írek voltak benne. Én egy 190-es elmercit szeretnék, tehát és én már többször elmondtam, hogy utálom az elektromos autókat is, tehát én ilyen romantikus alkat vagyok. Igen, jó, de ez szerintem nagyon sokat, tehát nyilván ezek a gigaklubok, ha létrehozták volna ezt a Superligát, akkor az azt eredményezte volna, vagy azt hozta volna magával, hogy például biztos, hogy nem láttunk volna egy Leicester City-t, amelyben aztán tényleg azért vannak nagyon nagy jó futballisták, Ndidi, vagy Tielemans, vagy Madison személyében, hogy ezek a játékosokat is elszipkázták volna ezek a nagy klubok. Szagyján, amikor bajnokság nyertek, akkor a Drinkwater a West Borgon volt, tehát őket aztán végképp nem fogja elszipkázni senki, csak mondva. Azokat akiket egyébként egy táj milliárdos vett meg Leicesterben, tehát amikor ugye a futball romantikusok érve az a Leicester City, ami persze egy óriási csoda volt sportszakmai értelemben, de kulturális értelemben, globalizációs értelemben, az valójában ugyanez a folyamat volt. Oda ment egy táj milliárdos, megvette egy angol kis vagy közepes városnak a csapatát, és fölépített. De nem azzal kezdte, hogy megvette mondjuk a De Bruyne-t, vagy nem. Megvette a Pogba-t, hanem ott az tényleg egy csoda volt, még akkor is, hogyha igaz, amit állítasz. Ma már ez nem, egyébként a futballmenedzser játékban egy angol srác kivette a szuperligás csapatokat, kitörölte a játékba, és lejátszotta a következő pár évet. Szerintem 4 Southampton bajnoki cím, 2 Leicester, meg egy Everton. Na hát, és akkor romantikusoknak ezzel mi a baja? De romantikusok nem ezt akarják? Tehát akkor újra lenne Leicester City bajnoki cím, meg lenne... Na ezt akarom mondani, hogy egyrészt nyilván ez az úgynevezett futball romantikus,
játék, amikor szurkolj fel, hergedés, de azt gondolom, hogy csak áltatjuk magunkat, ha azt gondoljuk, hogy ez buktatta meg, vagy emiatt nem jött most létre de az a Superliga. Az a kérdés, hogy valójában megbukott-e? Igen, erre mindjárt visszatérünk, hogy valójában ez hogy fog kinézni a jövőben, de sokkal valószínűbb nem, hogy akiket most kihagytak. Tehát itt van egy Murdoch, akit te említettél, van itt azért még néhány nagykutya, aki nyilván ugyanott akar lenni, meg ott is van a húsos fazéknál, megvan belőle a maga haszna, és azt mondja, hogy jó, álljátok meg gyerekek, hát lesz majd itt Superliga, de abban én is benne leszek. Tehát, hogy valahol azért azt hiszem ezt a romantikus szállat elvethetjük, mert ez a Superliga szerintem előbb-utóbb létre fog jönni, és valószínűleg ugyanazok a kutyák fognak nagyon csaholni, csak lehet, hogy most egy kicsit kimaradtak azok, akiknek szintén kellene, jó, hogy benne legyenek. Ja, tegyük már ezt egyszer tisztába, srácok, hogy mi ez a futball romantika. Tehát ez én úgy gondolom, aztán majd a Kajzi legfeljebb vitatja, hogy ez tök ugyanaz, mint amikor valaki azt mondja, hogy nekem otthon nincs tévém, és azon is csak a Spektrumot nézem. Meg a klasszikus zenét. Tehát, hogy mindenki azt mondja, hogy ugye azoknak a nevében kéri ezt ki magának, a kis csapatok nevében, akik miatt az emberek oda mennek, és akik miatt szeretik ezt nézni. Aztán leül este a tévé elé, és ugyanúgy szentsége, hogyha nem a Real Madrid Juventus meccset kell nézni, hanem a Zenit Szentpétervár Porto meccset, és azt mondja, mi ez a szar, miért ezt kell nekem ma este néznem. És ők mondják azt, hogy de hát a futball romantika. Hát a Superliga arról szólt volna, hogy igen, mindig a legjobb csapatok fognak egymással játszani egy sorozatban, egy adott sorozatban, évente nagyon sokszor, de aki arra vágyik, hogy emellett Burnley Everton, meg Atalanta Udinese meccseket nézzen, az nézheti az olasz, meg az angol, meg a német bajnokságban. Ákos, nagyon igazad van abban, hogy valójában ez a törésvonal, ez nem létezik, ebbe tök igazad van. Az a törésvonal viszont, hogy a mérkőzésre járó szurkolók, akik ugye Angliában mondjuk tüntettek ez ellen a tervezet ellen, és a tévénézők között van egyfajta törésvonal, ez érzékelhető. A probléma ugye az, hogy a meccsre járó nézőket, illetve az általuk termelt bevételt, ez a sportág, ez az iparág kb. 25-30 éve meghaladta. Tehát, hogy azok a bizonyos nézők, akik egyrészt most már nagyrészt nem engedhetik meg maguknak, hogy mondjuk Chelsea mérkőzésre járjanak, a klasszikus londoni munkásosztály, ez hát egyáltalán Chelsea-ben nem nagyon idézhető föl, vagy találtam, de meccsre pláne nem, vagy egyébként ennek a rétegnek egy része, aki abból él, hogy külföldi turistáknak adogatja el a meccsegyet, vagy a saját bérletét adogatja nekik kölcsön, és nekik van egy konfliktusuk, én azt gondolom, a tévénézők milliárdjaival, amire azt mondja Florentino Perez, hogy Európában akkor nem növelhető tovább ez a torta, nem tudunk több pénzt szerezni a tévés bevételekből, el kell adni feltörekvő piacokra a közvetítési jogot, mert ott még vannak egyrészt fiatalok, akiket ez érdekel, másrészt pedig még rengetegen vannak, és meg többet is tudnak fizetni. Csak ehhez meg kell változtatni a játékot. Nem, ők nem akarják nézni a Porto Zenit Szentpétervárt, ezért nekik azt ne adjuk. És ugye ez egy hatalmas nagy kulturális, tradicionális szembenállás. Én úgy érzem, hogy a lokalizmus meg a globalizmus. Igen, de azt mondja nekem, hogy az az Everton szurkoló, aki fel van háborodva, azt mi akadályozza meg ebben, hogy ugyanúgy kimenjen a bajnokságban a csapat a meccsére, és szurkoljon a helyszínen. Az, hogy mit zavarja ebben, ebben a rendszerben, ha ezt kitalálják, akkor egy Evertonnak soha az életben nem lesz esélye egy-egy szezont lehúzni a Superligában. A Superliga ma nagyjából megvan a bajnokok ligájával, hiszen a top csapatok játszanak ott, és egyszer-egyszer oda kerül egy-egy kisebb, akár még az egyenes kieséses szakad. Egy Porto, hát folyamatosan ott van a legjobb 16 között, és szóba se kerül, hogy bekerüljön a Superligába. Tehát ez nem alapvetően ezzel van a... Hány meccsüket nézted meg? De én a Mönchengladbachban City-t se nézem meg. Tehát én a Chelsea Porto majdnem öngyilkos lettem. Az a nagy gond ezzel. De milyen jó volt a Budafok paksa hétvégén. Az a nagy gond ezzel, hogy ezeket a csapatokat, vagy ezek a csapatok, az Everton, a Porto, a Mönchengladbach, hogy ők abból élnek egyébként, hogy játszhatnak ezekkel a csapatokkal. Ők azért és akkor érdekesek globálisan nézve, a piacról nézve, hogyha a legnagyobb csapatokkal játszanak. Ez és igaz. Ők, nekik az elemi érdekük most a szurkolói felháborodás félretéve az volt, hogy úristen, ha nem játszhatunk többet ezekkel a csapatokkal, akkor lehúzhatjuk a rolót, mert nem lesz pénzünk. Mert vagy csak annyi pénzünk lesz, amelyet a stadionba kilátogatók összedobnak, meg elsöröznek a meccs alatt. És azért ez nagyon-nagyon komoly érdeksérelem a jelenlegihez kérdezve. És akkor lesz az, amit én mondtam az előbb, hogy gyakorlatilag találsz egy épkézláb futbolistát, és
viszik el a szuperligás csapatok, és onnantól kezdve gyakorlatilag tényleg az a mondjuk 20 szuperligás csapat lesz egyedül érdekes a világon, meg az, akinek esetleg te szurkolsz. És egyet teszem hozzá, azért az emberiség szereti ezeket a Leicester sztorikat. Jó, vagy, de álljunk meg, tehát gyerekek, hogy... arról van itt szó, hogy a szuperliga az nem a nemzeti bajnokságot váltaná ki, hanem a bajnokok ligáját. Tehát, hogyha a Premier League klubjait nem fenyegetné az Európai Szövetség kizárással a saját bajnokságukból, meg a Premier League, hanem azt mondaná, hogy jó, hát ezen túl a szuperligában játszanak hétvégenként, de úgy vagy hétközben, hétvégenként ugyanúgy játszanak otthon. Csak hát itt arról van szó, hogy az UEFA nem akarja átengedni nyilván a saját felség területét. De a Premier League tétje is más lenne, Ákos. Hogyha, tehát, hogyha a Premier League-ből te nem tudsz bekerülni a Superligába, mert nem tudsz, mert tényleg, tehát vicc, hogy ez a Mikel Arteta féle Arsenal, ez akkor Superligás lesz. Bekben egy csapat indulhatott, Kajzi. Soha nem lehetett bekerülni. De az, hogy te megnyered a bajnokságot, akkor bekerülsz a backbe, vagy most top 4-es vagy a Premier League-ben is van esélyed bekerülni akár West Hamként a legnagyobbak közé. Jó, Ákos, nektek most a nézettségetek nagy része, tehát legyünk őszintén, ha Premier League-ben az első helyen kívül semmelyik másik helyezésnek nem lenne kézzelfogható tétje, vagy mondjuk anyagi kockázatot nem jelentően ki hol végez, akkor benneteket január óta nem nézne senki, mert a Manchester City lényegében azóta bajnok, miközben most ugye az a versenyfutás sava borsát az adja, hogy 4-5 csapat megy, vagy 6 csapat megy a 4 helyért, ami a BL-be jutást eredményez, és a végén le fog maradni, vagy a Liverpool, vagy a Chelsea, vagy lehet, hogy a West Ham, és az valószínű, de hogyha csak az első hely lenne fontos ebben, akkor azért ezeknek a ligáknak a versenyképességét is jelentősen rontaná, és valószínűleg jóval kevesebb nézők lenne, hogyha márciusban föl lehetne tenni. Hát nézd meg az NBA nézettségét, az is meg. Jó, te eldőlt, hogy a franciában. Nagyon sok olyan szempont van egyiket, amit érintettünk. Többek között ez a bizonyos generációs, amiről Janek beszélt, hogy egyáltalán meg lehet-e még szólítani mai fiatalokat labdarúgással. Nyilván a futball romantikával, meg a régi sztorikkal nem. De van egy olyan olvasata is talán ennek az egésznek. Az ember mindig tényleg az átlag ember attól azzal a felső 10 000-rel vagy pár százzal szemben mindig egy kis ilyen visszolygás, egy irigységgel vegyes ellenérzése van. És amikor azt olvassuk, hogy a Real Madrid 400 millió euró adósságot halmoz fel csak egyetlen év alatt, tudjuk, hogy akár két játékosra elkölti ezt a pénzt, nem beszélve a Barcelonáról, és akkor ők azt mondják, hogy azért kell szuperliga, mert mi ennyire szarú gazdálkodtunk, mert marha nagy hiányunk van, ráfogjuk a Covidra persze azonnal, és ezért cserébe mi még több pénzt akarunk, ezért elveszük egy kicsit a nézőktől a megszokott szórakozást, meg a többi csapattól az esélyt, akkor ennek egy emocionális visszautasítás a válasz szerintem az emberek részéről. Azt hagyjuk is, hogy Florentino Perez mennyire szimpatikus egyéniség, de ez a beszéljünk fajta... Beszéljünk arról, hogy akinek adóssága van, az rosszul gazdálkodik. A világgazdaság az így működik, Zoli. Minden gigacég ezt csinálja, nem csak a futballban. Tehát az, hogy te adósságot halmozol fel, és aztán valahogy finanszírozod, és tehát az önmagában szerintem nem azt jelenti, hogy ott az egy... Hát ugye a Real Madrid az elmúlt 10 évben átlagosan évi 10%-okat tudott növekedni. Most gondoljunk bele, hogy mennyi egy Magyarország mondjuk a GDP növekedése. Ha azt mondjuk, hogy 4%-os GDP növekedés van, akkor micsoda sikerpropagandát hallunk a tévéből. A Real Madrid az elmúlt 10 évben nagyjából 10%-okat tudott növelni az árbevételén. Ez nem azt mutatja nekem, hogy ők fenntarthatatlan vagy felelőtlenül gondolkodtak volna akkor, amikor fölvették a hiteleiket. Persze lehet, hogy felelőtlenek voltak, vagy nem fenntartható ez a modell, hiszen végül is az derült ki egyrészt a Covid miatt, másrészt pedig ugye emiatt a generációs probléma miatt, hogy a nézettség nem nő tovább, sőt elkezdett csökkenni a top szintű klubok meccsein is, hogy úgy néz ki, hogy ez a termék, ami a lineáris televízióban mutogatott élő futballmeccseket jelenti, hogy ez a termék, mint a közeledne az életciklusa végéhez. És ezt 2-3-4 évvel ezelőtt bizonyos klubok még nem voltak hajlandók belátni, vagy ha belátták, úgy gondolkodtak, hogy se baj, majd ha elkezd ereszteni ez a lufi, akkor majd átszervezzük az egész termékünket, átcsomagoljuk, átkeretezzük, és eladjuk más piacokon, ott, ahol még van ebben a termékben valamennyi életciklus. Lecsupaszítva arról szól ez a kérdés, meg lehet-e csinálni ugyanazt Kelet-Ázsiában, Kínában, Ausztráliában, az USA-ban, amit Európában lehetett megcsinálni az elmúlt 20-25 évben. Felpörgethető-e idáig, fizethet-e egy ember átlagosan ennyi pénzt tévés közvetítésért? Más piacokon is. Ha igen, akkor a Real Madrid nem gazdálkodott felelőtlenül, csak most neki piacot és célcsoportot kell váltania. Ha nem, akkor kiderül, hogy ez egy lufi, vagy legalábbis nem fújható tovább globálisan. Akkor baj van, akkor gond a veszteség, meg akkor gond, nem is annyira a veszteség, az mindenképp gond, de akkor gond a nagy adósság is. Igen. De itt akkor csak az lesz a vége, hogy, és ezek szerint ebből az irányba megyünk, hogy majd a
televíziós, vagy illetve a mérkőzési időpontok, azok majd a kelet-ázsiai, meg az ausztrál, meg az amerikai időzónához lesznek beállítva, és te majd madridiként hajnal kettőre mész. Kell, hát az a rossz hír, hogy nem csak az időpontok, olvastam egy nagyon jó elemzést tőled, aminek ugye az volt az alapfeltevése, hogy ez egy olyan kulturális konfliktus is, hogy minden, amit mi a futballról gondolkodunk jelenleg, meg lehet, hogy a sportról is, az egy jellegzetesen európai gondolkodás. És itt szembe kerül egy nagyon amerikai modellel, az amerikai üzleti modellel, amely zárt ligákban gondolkozik, franchise-okban gondolkozik, több milliárd dolláros bizniszekben, biztosan elkönyvelhető bizniszekben gondolkozik, viszont nem része az az izgalom, hogy kieshessél, nem része az az izgalom, hogy kijut fel, hogy változnak a csapatok. Az az izgalom van, hogy mondjuk az utolsó helyezett lefoglalhatja a legjobb utánpótlás játékost, mert ez a draftnak a lényege. Tehát, hogy megalapították a maguk intézményrendszerét, és ez a modell, ez a gondolkodás volt, ez Európában még nem bevet. De akkor e felé megyünk, és ez lesz a jövő. Melyik volt az az olimpia, most volt legutóbbi, vagy az egyel az előtti, ami óriási felháborodás volt, hogy az úszó döntőket az európai idő szerint egészen vállalhatatlan időpontba kellett rendezni, mert ugye az egész olimpiának az első számú... Hát ez a mostani lett volna, ha megrendezik. De hogy nem rendezték, okay, ez a mostani lesz. De valamelyiknél volt, hogy délben meg délelőtt lesztek az úszódöntők, mert az amerikai, nem tudom, az NBC vagy melyik a fő támogatója, aznak az kikötötte, hogy hát ők, nekik akkor van a főadásidő, és ezzel mindenki föl volt háborodva az olimpiai eszme, meg a nem tudom minek a nevében. Hát ez ugyanez a történet, hogy már rég nem arról szól, hogy mi annak ideje, hogy képzeltük el, meg mi hogy gondoltuk, hogy még a videótomnak az UEFA kupa elődöntőjére oda lehetett menni a stadion jegypénztárához, és ott szurkolni, hogy még hát ha maradt egy jegy, és ott sorban állsz, és akkor hogy megveszed és bemész, tehát már ezek a dolgok elmúltak. Elmúltak azzal, hogy 1995-ben fölrobbant a futballvilág a Bosman törvénnyel, és megalakult a Bajnokok Ligája, és más lett az, amiről eddig beszéltünk, az a tömeg jellegű elit sport, az egyszerűen megszűnt. De azért... ennél sokkal rosszabb egyébként az, ahova az egész világ tart szerintem, hogy most beszélgettünk erről, meg fölháborodunk azon, hogy majd a Tokiói olimpián az úszódöntők hol lesznek, az a kérdés, mondjuk hol lesznek az úszódöntők 10 év múlva, amikor arról... Katarban a sivatag. Nem, de nem is ebben az irányban akkor, hanem amikor a most felnövekvő fiatalságnak a nagy részét nem érdekli a sport, és milliárdos megtekintéseket generál tényleg mindenféle ilyen... streaming. Mindenféle, de nem teszem be a játéknak, hanem amikor egyedül mászkálsz és lövöldözöl. És játszik a kisgyerek, és a tavalyi évben egy 13 éves kisrác volt az egyik legnagyobb youtuber, 29 millió dollárt keresett azzal, hogy a saját játékait föltette. És ez a generáció te utolsó két gyereked már talán ebbe tartozik, az én gyerekeim is már ebbe tartoznak, az utána levők meg pláne, nem nagyon néznek sportot a tévében, fölmennek a netre és nézik, hogy ki hogyan szórakoztatja saját magát, és elképesztő. És ugye most a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is ugye kitalálta, hogy akkor lesz ugye ez az e-sport olimpia, mi került oda föl, szerintem az egyik kedvenc játékom is benne van, de hogy egyébként, tehát most beszélgethetünk erről, hogy mi lesz az úszódöntők sorsa, mi lesz a sport sorsa. Igen, ez nagyon jó, hátraépünk 2-3-at, én pont ugyanezt akartam mondani, ez lényegében arról szól, hogy ami mondjuk az elmúlt, és ez nem 30 év, ez jóval több annál, a második világháború befejezése óta, erről szólt a világ, hogy az európai gazdaság és kultúrdominanciának ezek a globális bástyai, ezek ledőlnek. Tehát nem az európai gondolkodás, nem Európa történelemnek a középpontja most már. Legközelebb is, ha mondom, akkor is az a második világháború végét jelenti. És az utolsó olyan bástya, ami fönnállt, és ebben bele se gondoltak, amíg fönnállt, ebben a mondom gazdasági, de inkább kultúrdominanciában, az futball, az európai futball. Az amerikaiak a fejük tetejére is állhattak, az NBA-vel, az NFL-el nem tudta ledönteni azt a szobrot, hogy a világ legnézettebb, legsikeresebb, legjövedelmezőbb sportesemény az a labdarúgó világbajnokság 4 évente, az olimpiát is veri. És azt látom, hogy lehet, hogy meg kell barátkozzunk azzal a gondolattal, hogy vége van ennek is, hogy amit, és ahogyan mi a futballt ismertük, ahogyan mi ezt, vagy azokat a sarokpontjait, amit mi elmozdíthatatlannak gondoltunk, azokat a sarokpontokat el kell mozdítani ahhoz, hogy a játéknak a jelenlegi iparága fönn tudjon maradni. Vagy az van, hogy nem mozdítjuk el, akkor viszont ez az egész sokkal kisebb lesz, sokkal jelentéktelenebb lesz, és lehet, hogy elkezdünk visszafelé mozdulni abban az egyirányú utcában, amiben ez így előre felé. Ez az elmozdulás a Superliga? Hát ez az elmozdulás a Superliga, ez első elmozdulás az a Superliga, de ugye, hogyha ez megvalósul, annak az egyik leg
fontosabb fundamentuma ugye az lenne, hogy kikerül a képből az UEFA, meg kikerülnek ezek a laza föderatív szervezetek a képből. Ugye ez az, ami Amerikában elképzelhetetlen, tehát ott van egy zárt major liga, abban benne vannak a klubok tulajdonosai, benne van egy promóter szervezet, aki eladja ezt az egészet, és benne vannak mondjuk a játékosok képviselői, játékos szakszervezeteken keresztül. És ők minden szezon végén összeülnek, megnézik, hogy a termék, amit ők előállítottak ebben az évben, az jól ment, nem ment jól, melyik célcsoport nézte jobban, melyik célcsoportban nem nézték annyira jól, hol csökkent a bevétel, hol nőtt a bevétel, és ennek alapján eldöntik, hogy mit kell változtatni akkor a következő szezonra. NFL-ből kismillió példát lehet mondani, pass interference szabályt megváltoztatták, a NBA-be ugye a Shaquille O'Neal-ra külön szabályt hoztak, mert azt látták, hogy egyszerűen valami a verseny egyensúlyt eltolja, azt nagyon gyorsan meg kell változtatni. Mi van Európában ehhez képest? Ez az, amire az UEFA képtelen. Tehát ez 5 évig, 10 évig tesztelgetjük a videóbírót, a gólvonal technológiát, a lehető legszarabb módon vezetjük be, ami igazából árt az üzletnek, különböző bizottságokba tologatjuk a papírokat, meg nem tudom milyen politikusokat teszünk oda ilyen elfekvőből, meg nem tudom milyen bürokraták ott ülnek. Plusz az, hogy amíg egy major ligában azok döntenek, akikről szól, és akiknek kőkeményen benne van az üzenet, hogy most azt mondjuk az UEFA-ban, lehet, hogy ez nem túl demokratikus, vagy nem tudom, pisz, amit mondok, hogy egy grúz küldött, vagy a grúz labdarúgó szövetségéről képviselőnek, bocsánat, akkor mondok bosnyákot mindenki. Ugyanannyit ér, és ugyanolyan lobby erővel rendelkezik, mint mondjuk a német, vagy a francia, vagy az olasz szövetségé. Hát, a magyar szövetség elnökéről, igen, az UEFA hát akkor tényleg, akkor valóban ez a sóhivatal jelleg megy, hogy hozunk szabályokat, meg nem hozunk. Az alapvető probléma, hogy az UEFA abból él, amit ezek az elitklubok megtermelnek. Ha nagyon, most nagyon sarkítom, és kicsit gonosz vagyok, abból él az UEFA, amit megtermelnek ezek a topklubok a bajnokok ligájában. Ugye 25%-ot kapásból levesz a saját maga fenntartására, bürokrácia eltartása, stb. Miközben egyébként az UEFA úgy működik, ahogyan az Ákos mondja. Seferin éppen most mondta, hogy 90%-ot visszaosztanak. Hát most már ugye ez a lépés a Superliga, akkor visszaadunk 90-et. Meg ugye azt újraosztják nyilván, tehát ugye kisebb csapatoknak adnak, grassroot focira adnak, és ezzel nincsen baj, szerintem ez jó dolog. De ugye van egy ilyen alapvető ellentmondás, hogy miközben a pénz az a nagyok felől jön, eközben ugye az UEFA elnökét, meg az alelnökeit, meg a mindenféle végrehajtó bizottsági tagokat, ezt azt amaszt, ugye úgy választják, hogy minden tagszövetség szavazata egyetér. A bosnyák és az azerbajdzsán és a magyari és a szlovák és meg a németi is. És azért ugye úgy kell valahogy egyensúlyozni az UEFA-nak, hogy miközben kiszolgálja a nagyok érdekét, hiszen ebből él, a közben hát azért szeretné, ha legközelebb is megválasztanák. És ugye ebből ilyen nagyon-nagyon összfér megoldások tudnak megszületni, amelyek hát hosszú, vagy ilyen középtávon biztos, hogy nem szolgálják a sportnak az érdekeit. Mondok egy egyszerű példát, ha mondjuk az lenne egy ilyen tulajdonosi, játékos, promóteri összeülésnek az eredménye, hogy gyerekek nem nézik végig a 90 percet, mert a, mit tudom én, a 30-ben, meg a 70-ben elkapcsol mindenki, és még az lenne, hogy hát akkor úgy kéne lejátszani, hogy legyen 3x30 perc. Igen. Mert hogy legyen két szünet, amik kimennek pisilni, megnézik a telefonjukat, stb. Mert ilyen, mert ez a kultúra van, és nem csak a 15 éves gyerekek nézegetik a telefonjaikat, mi is nézegetjük, ti is nézegetitek a telefonjaikat. Zoli nem szokta. Ellen egy közösség. Látjátok, hogy ez átmegy az UEFA-nak. Na jó, akkor legyen 3x30 közösségileg egy más globális élmény lett. Tehát az a tömeg, ami régen egy stadionban volt, az ma a világháló előtt van. Hát mindannyian ugyanazon a focis fórumon kommentelünk, hogy még a gólörömnek sincs vége, ugye, és már 30-an azonnal jeleztek valamit, és te azt is nézed közben, hogy valami frappánsat odaírjál, de közben nézed a meccset is, és egyszerűen más lett a fogyasztás. Egyébként nekem például az a meggyőződésem, hogy a legkevésbé ez vágna haza bármit a sportágban, hoznának ilyen szabályváltoztatást. Ez szerintem nagyjából fél év alatt, vagy egy év alatt fogadná el mindenki. A magyar, itt Fehérváron ugye imádjuk a kosárlabdát, annak idején, amikor a nagy bajnok csapatunk volt, háromszor egymás után még a 90-es évek végén, az még ugye olyan bajnokságot nyert, hogy két fél időre játszották a meccset. Ma már ez se tudja senki képzelni. És amikor bevezették a magyar bajnokságba is, hogy akkor itt is negyedek lesznek, meg rövidebb lesz a támadó idő, akkor mindenki azt mondta, hogy hát ez azért nagyon nehéz, ez furcsa, itt tehát hogy lehet ezt a Európában, Magyarországon. Ki a fene beszél ma már arról, hogy a kosárlabdát két fél időre játszották? Tehát, hát a nagy kérdés az, hogy valóban mekkora reformokra van szükség, mondjuk a szabályokban és hát valóban az üzleti modellekben. A kérdés, és csak azért görgettem tovább, mert tényleg az adási időnk véges, hogy innen hogyan tovább. Tehát most volt egy látványos hátraarc,
De olyannyira, hogy én szerintem ilyen mindenféle látszat dádákkal még meg is tetézi. Most azt hallottuk, ugye, hogy az olasz szövetség kizárással fenyegeti, legyen szó Milánó Juventusról, azokat a klubokat a saját bajnokságukból, akik a Szuperligában nem hajlandóak demonstratíve szakítani. Nekem ezzel kapcsolatban az ominózus Indianapolis-i Forma 1-es nagydíj jut az eszembe, ahol senki nem gondolta, hogy a michelines csapatok majd a felvezető kör után behajtanak, és tényleg Indianapolisban az autóversenyzés mekkájában majd 6 darab autó, köztük 2 Jordan és 2 Minardi, a kor 2 leggyengébb autója. Az autója a nem az, az egy évvel előtte volt. Ott se sikerült. Ott nem ment a Baumgartner, és szerintem a Baumgartner a magyar sport egyik mélyen alul értéke szereplője. Na, most ebbe az irányba nem megyünk. De hogy ez az, amit nem fogunk elhinni, hogy egyszer majd ott állunk, és indulnak ki a nyilván kis túlzással Mönchengladbach a gyepre, és a Manchester City meg a városban sem lenne, mert épp Superliga rangadóra készül a Real Madriddal. Tehát, hogy én ezt nem tartom teljesen elkézzel. Tudod, mi lett annak a következménye? Utána hány évig nem volt amerikai nagydíj? Nagyon sokáig. Igen. És hát Indianapolisban soha többet, ugye most van egy jó pár éve ugye Texasban. Igen. Jövőre meg ugye Miami. Úgyhogy azért vissza-vissza mintha pálya tehetett volna róla, hát nem a Michelin tehetett róla. Hát nem, csak hogy erre az amerikai nem kíváncsiak, hogy igen, világos. Öt autó körül. Palackokat dobáltak be. Szóval nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szélsőséges reakciók voltak mindkét oldalról. Nyilván most a Superliga egy kicsit behúzta fülét, farkát, de ugyanakkor azért azt nem látjuk szerintem, hogy ez egy örökre lekerült a napirendről, és most majd az UEFA innentől kezdve még kizárással fenyegetőzve, meg európai szövetségek fogják ezt a fajta haladási irányt gátolni. Az UEFA annyiban biztos, hogy nyert, hogy őt ezek után sokkal nehezebb lesz kiszorítani. Azt gondolnánk, az eddig elmondottak alapján, az UEFA-t viszonylag könnyen ki lehet ebből a rendszerből szorítani, mert hogy nincs akkora hozzáadott értéke, sőt inkább gátol bizonyos folyamatokat. De most ezzel a nagyon-nagyon elrontott, kínosan gyenge próbálkozással az UEFA pozíció valószínűleg megerősödött. A problémák ettől még maradtak, és ugye, mint már itt a Tamás jelzett, ezzel a 90%-os újraosztás, ezt érzékeli az UEFA is, csak nem akar kimaradni a buliból. Ez a legfontosabb dolog. És ugye az első javaslat az UEFA-nak megint az volt, ami éveken keresztül folyamatosan, hát ha több pénzt szeretnétek keresni, akkor több meccset kell játszani. És ugye itt jött be megint az érdekes fordulat a történetbe, hogy azok a játékosok és edzők, akik tiltakoztak a Superliga ellen, bár jellemzően főleg a játékosok majd csak akkor, amikor ez az egész már meghalt, és akkor persze nagyon karakán módon kiálltak, hogy hát akkor egyből kiálltak. De most vissza a cinizmusból, szóval, hogy a játékosok, meg Jürgen Klopp például, az edzők azonnal felszálltak, hogy na, hát hova játszunk több mérkőzést? Nem bírják a játékosok ezt a terhelést, nincs hely a versenynaptárban, borzasztó sérülés veszélyes, nem tudunk több meccset játszani. Szóval a labda most mintha egy olyan törésvonalon pattogna, ahol vannak a klubok és az UEFA most már nagy rész egy oldalon, meg ott vannak a játékosok, edzők, ennek az egész iparágnak mégiscsak a fenntartói, akik dolgoznak ebben a pénzért, és most itt van egy ilyen feszültség. Na de ha a Superligával brutális pénzt keresnek ezek a nagy klubok, akkor akkor lesz pénzük arra, hogy ne 25-ös keretük legyen, hanem 40 fős keretük legyen. És akkor nem ugyanott leszünk, mint hogyha kizárnának mindenki más. Tehát akkor nem csak a kispadra, hanem még a keretbe is el fogják igazolni a középcsapatokon. Hát de a BR reform tulajdonképpen efelé mutat. Lehet, hogy nem Superligának fogják hívni, de most hozzák létre a táblázatba egy egységes táblázatba foglalt bajnokok ligája mezőnyt, ahol ugyanúgy bajnoki rendszerbe fognak játszani. Tehát minthogyha látnánk egy Superligát, aminek az alsó felének ugyanúgy nem lesz esélye majd a 8-ba kerülni, meg a 16-ba. Sőt, hát nem is játszik mindenkivel, ugye ez a svájci lebonyolítás lényege a sakból, amit átemeltek, hogy nem játszik mindenkivel, mindenki azzal játszik, akivel a legközelebb van tudásban, ugye itt a sakban az élőpontszám alapján csinálják ezt, meg a fociban nem tudom, hogy fogják. Hát de hogy ezt egy 20 évvel ezelőtt valamelyik megye 2-es bajnokságban kipróbálták ezt a svájci rendszert, következő szezonban már nem így ment, mert ugye ott az a lényeg, hogy az elején sorsolsz, azt hiszem 4 fordulót, ott játszol, kialakul egy erős sorrend, és mindig az első a másodikkal játszik, a harmadik a negyedikkel, az ötödik a hatodikkal. Hát van még egy modell, ugye, amit meg a jégkorongból ismerünk, és ami szerintem egyébként egy átgondolás mindenképpen megérne, ez, hogy divíziókra osztani akár a klubfutballban is az európai mezőnyt, és azt mondani, hogy van egy A csoport a legnagyobbakkal, ahonnan ki lehet esni, tehát ahonnan, és van egy B csoport, a kisebbek, ahonnan pont fel lehet jutni, mondani, ez van nem a válogatottakkal, hanem a klubcsapatokkal. Jó, de az ebben az érdekes, hogy az UEFA ezt kitalálta már.
És valamiért, mintha nem akarná klubfutballra ezt alkalmazni, pedig, miközben... Pedig, hát és érdekes módon egyébként nem volt az a felhorgadás a Nemzetek Ligájánál, ha emlékeztek. Tehát valahogy senki nem vágált ez ellen. És hogyha felosztod divíziókra, és azt mondod, hogy és egy picit talán itt akkor átgondolásra szorulna akár a nemzeti bajnokságoknak is a rendszere, de hogyha azt mondod, hogy divízió, és akkor már mindjárt mondjuk egy Ferencváros, vagy egy Molfehérvár, ha folyamatosan játszik nemzetközi kupában, akkor már mindjárt egy lehetséges szponzornak nem azt tudja mondani, hogy figyelj, 10 milliós piacon szerepelek, meg augusztus elején még az Európa Liga vagy a Konferenc Liga selejtezőjében, hanem folyamatosan szerepelek egy olyan sorozatban, ahol hogyha összeadjuk, akkor ez egy 50 milliós piac. Akkor már oda lehet, hogy jön valódi szponzor, vagy a magyar sportnak ez a másik nagy problémája, hogy egy 10 milliós piacon baromi nehéz, szinte lehetetlen valódi szponzor találni. Megoldják máshogy mondjuk most éppen. De most ezt hagyjuk. Ennek van egy üzleti láb, ami tök érdekes, mert ugye a Nemzetek Ligái koncepcióban és a közvetítési jogokat az UEFA egységesen értékesíti. Tehát ugye Magyarországon is úgy van, hogy azt hiszem a Sport TV vette meg a Nemzetek Ligái közvetítési jogait, és ők ugye az összes divízióban minden meccset mutathatnak. Tehát nem az van, hogy a Gibraltár-Luxemburg meccset az csak Gibraltárban lehet nézni, mindenütt lehet nézni, persze nem nézik sehol máshol. A futball romantikáját. Én olvastam, hogy igen, ott maradtam egy Wales Gibraltár meccse, mert annyira érdekelt, hogy kiesik ki a zsíros biztos, hogy vannak ilyen emberek, csak ugye nagyon kevesen. Igen. És ez egy nagyon alapvető, fundamentális kérdés, hogy attól, mert valamit kevesen szeretnek, de nagyon nagy hagyománya van, akkor azt fönn kell tartani, akár úgy is, hogy nem nyereséges. Ez már ugye nagyon más vizekre. Hát igen, ez már filozófia. Ugye elvileg ez egy ilyen eseményreagálós műsor, bár mondtam, hogy a mai adás az nem erről fog szólni, de ha már itt tartunk és bekerült a magyar foci, nem tudom, hogy valahol el tudjuk-e helyezni a képen, ezen a képen, amiről eddig beszéltünk, azt, hogy hova juthatnak, és egyáltalán hol lehet ebben szerepe egy olyan magyar szinten nagy pénzből felépített és évek óta koncepciózusan készített csapatnak, mint az új bajnok, akinek gratulálunk nehéz szívvel, ugye a Ferencváros gyakorlatilag a legutóbbi adásunk óta biztosította be a bajnoki címét. Nyilván ő az a szereplője a magyar futball közegnek jelenleg, amelynek a terveibe kimondottan szerepe, hogy folyamatos nemzetközi jelenléttel legyen. Bárhogy alakul ez a bajnokok ligája, szuperliga, európai futball kérdés, reális forgatókönyve, hogy valaha valamilyen szinten a Ferencváros vagy a magyar bajnok ennek a érdekeltje vagy érintettje lesz? Hát a szuperligának biztos, hogy nem. Már most ilyet nem de akár azon a szinten, amit említettek, hogy majd ezektől a kluboktól igazolnak a nagyok, és ezzel az ő gazdasági meg egyéb működéseket. Tehát, hogy látod-e azt, ahol be tud kerülni? Hát ez a kérdés. Igen. Még 10-15 éves időtávon nem reális. De hát ugye azért nincs megtiltva, hogy egy gazdaság, vagy egy futballipar az nagy mennyiségben jó minőségű játékosokat termeljen. Tehát akár még a magyarhoz hasonló gazdasági erővel rendelkező és volumenű gazdaságot is tudunk mondani, ugye a Csehország, ami viszonylag nagy mennyiségben jó játékosokat termel, és azt hát egy klubba koncentrál, vagy ez a Slavia, rendszeresen ott van az európai kupa küzdelmeknek, és az a második számú kupát jelenti, de annak a végstádiumában, tehát most is a legjobb 8 közé jutottak, 2 évvel ezelőtt is a legjobb 8 közé jutottak, közben szerepeltek BL csoportban az Interrel, a Barcelonával, talán a Dortmunddal, szóval hogy ez nem lehetetlenség, csak ahhoz nem abban kellene gondolkodjunk, hogy mennyi pénzt költsünk el erre, mert úgy szinte lehetetlenség, hanem abban kéne gondolkodjunk, hogy nagy mennyiségben jó minőségű játékost előállítani, és azt egy klubba koncentrálni. Igen. Ennek viszont a Magyarországon semmi köze a szuperligához. Hát de nem is tiltja meg senki. Tehát ez az, hogy ehhez nem kellene olyan feltételrendszer, ami irreális, hanem ehhez ugye a piramis alját azt elvileg el lehetne kezdeni csinálni. Tehát ahhoz hát csak vagy pedig nem kell klubban gondolkozni, mert amit Janek mond, hogy egy futball előállíthatna mondjuk 10-20 tehetséget, akik 10 éves időtávlatban befutják a karriert. Lehet, hogy a csehek azt csinálják, hogy ezt egy ideig otthon játszhatják egy klubba, de például a szerbek nem nagyon csinálják meg a horvátok, ott 18 évesen megy a gyerek és megveszik millió eurókért a nyugati klubok. Tehát, hogy nyilván van olyan modell is, ahol nem abban gondolkozik egy futball, hogy nekem bajnokok ligája szereplőnek kell lennem, meg európai kupa szereplőnek kell lennem, hanem bevétel jutok azáltal, hogy játékosokat nevelek. Tudod megmutatni a játékosaidat, és akkor azon keresztül tudod tényleg még jobb áron eladni, hiszen ezeknek a szerepléseknek folyamatosan értéknövelő hatása van.
Aztán majd nyilván ott a helyszínen kiderül, most Szalai Attiláról halljuk, hogy most már 25 millió euró körül jár, ugye, amit a Fenerbahce kérne érte, és persze nyilván azáltal, hogy a válogatottban szerepel, nyilván azáltal, hogy török bajnok lesz esetleg, az tovább növeli az értékét, és ha most a nyáron nem is viszik el, ugye EB lesz, EB-n szerepel majd vélhetően, ez is növeli az értékét, de mondjuk ha elviszi majd egy Leicester, vagy most legfrissebben a Sevilláról lehet hallani, hogy ott egyébként a ott megállja majd a helyét, vagy egy túlfújt lufi, mondjuk egy Szalai Attila, az kérdés, és ugyanez, hogy egy horvát csapatnak is az alapvetően érdeke, hogy szerepeljen a nemzetközi porondon, vagy a Szláviának, mert ott tudja megmutatni hétről hétre, és itt lehet visszakanyarodni oda, hogy ha Superliga van, akkor majd ezek a játékosok, ezek a csapatok mennyire tudják fölhívni magukat a figyelmet, hogyha egyébként nem csak az Everton nem játszhat majd ugyanazon a szinten a Manchester United, de ugyanazért a célért, hanem hogy egy Slavia vagy egy Hajduk nem játszhat majd egy Juventus, egy Barcelona ellen, és nem tudja majd megmutatni magát egy játékos ilyen szinten, mert a fókusz erre az elit zárt ligára összpontosul. Nyilván a kluboknak a scout rendszere fog működni, de egészen más lesz fölépíteni, azt gondolom, egy arculatot, mint most. És talán nehezebb lesz eladni, aztán fene tudja, meglátjuk. Szerintem a jelenlegi magyar futball vezetésnek, és lehet, legyen bár szakmai, legyen bár politikai, legnagyobb hibája, legnagyobb tévedése, hogy nem volt képes eldönteni az elmúlt 10 évben azt, hogy jó magyar válogatottat szeretne, olyan magyar válogatottat szeretne, amelyik mondjuk folyamatosan ott tud lenni a világranglista első 25-30 válogatottjában, folyamatosan. Vagy pedig egyre erősebb klubfocit szeretne felépíteni, és egy régiós vonzáskörzetet építene a magyar bajnokságból. Hogy a kettő közül legalábbis prioritás tekintetében választani kellett volna, mert a kettő együtt nem megy. Tehát egyszerűen nincs akkora sem a magyar futballgazdaság, sem a magyar gazdaság, sem a magyar piac. Nincs akkora, hogy ezt a kettőt egyszerre meg lehessen csinálni. Ezt rendkívül jól mutatja a horvát példa, vagy egyáltalán ez az ex-jugoszláv példa. Ők jó válogatottat szeretnének, sok jó játékost előállítani őket, minél hamarabb kiküldeni külföldre, és ha 30 horvát játékos megy ki egy évben játszani, abból biztos elkalódik ott is 5-10. De még lehet, hogy 25, marad, de még mindig marad 5, amelyik utána aztán nagy sztár lesz. Ebben a magyar foci vezetés nem döntött, vagy nem tudott dönteni, és ő reagálva arra, amit a Tamás mondott, nagyon sok mindennek van értelme, és nagyon sok mindenen érdemes gondolkozni. Egy dolgot nem látok ebben, amely biztos, hogy nincsen értelme, az, amit most csinálunk, hogy a Ferencváros 8-9 külföldivel elmegy kikapni, akár ha a Bajnokok Ligájába, akár az Európa Ligába. Ebből a magyar futball mit profitál, hogy profitál? Igen, ez mert még azok a külföldiek se olyanok, akiket jó. Nagyon drágán el lehetne adni. Tehát ugye, azért igen. Nagyon kevés tehát, köztük a minőség. Új Péter írta ezt talán, vagy mondta, hogy a 444-es podcastban, hogy ugye jó, nagyszerű a Fradi, de vajon melyik sász tudná megmondani, hol van a Haller tér? És neki, mint szurkolónak ez fontos. És akkor itt válik ez ketté, hogy mi mintha szuperligásat játszanánk a saját kis személydombunkon. És erre lenne esetleg egy megoldás, az, amiről szintén beszéltünk, hogy tényleg akkor divíziókra osztani, a Fradi bekerülne, mit tudom én, egy E-divízióba, játszana a Partizánnal, játszana, mit tudom én, a Levski Szófiával, a Varsóval, és bővülne a piac. És akkor lehet, hogy ez a kérdés magától megoldódna. Egyébként, és honosítanánk Tokmakot. Egyébként, ha létrejött volna a Superliga, annak az lett volna a rövid közép távú következménye, hogy egyre több ilyen regionális bajnokság jött volna létre. Hogy a belgák, hollandok már gondolkoznak ezen, legalábbis elindultak ezen az úton, a Szuperligától függetlenül is. Luxemburgiakat ki ne hagyják. Az versenyellenes lenne. Jó, a futball romantikának aláverne. Jó, Dudelange-ot mi nem becsülhetjük el, az biztos. Na, de hogy akkor létrejöhetne ez a bizonyos, és egyébként az MLS által szerintem én úgy tudom, hogy régóta vizsgált ilyen horvát, szlovák, cseh, magyar futballbajnokság, aminek egyébként piacilag is lenne, vagy lehetne értelme. Körülbelül 2 perc maradt az adásidőből, ami már egy ilyen összegzéshez sem feltétlenül elég, úgyhogy inkább azt szeretném most, mivel kedden kerül ugye adásba ez a műsor, vagyis ma este, és hát az ismétléseket most hagyjuk, de mégiscsak egy Bajnokok Ligája elődöntő hét kezdődött meg. Ez a Bajnokok Ligája még most a miénk, most ez van, nem Superliga. Szerintetek kik fogják játszani a döntőt? Ugye Real Madrid, Chelsea elődöntő lesz az egyik oldalon, és Manchester City, Paris Saint-Germain a másikon. Hát a gigaklubok most megmutathatják. Jó, kezdem, én nagyon drukkolok az angol házi döntőnek szokás szerint. Én is
leginkább talán egy Manchester City-Chelsea szeretnék hozzátéve, hogy én ugye szeretem a Real Madridot, tehát egyáltalán nem lenne ellenemre, ha bejutna, csak attól tartok, hogy az egy kevésbé izgalmas változat lenne. Tehát azért ez a Real Madrid, ezt szerintem nem fogja megnyerni, tehát abszolút nem fogja megnyerni a BL-t. Valószínűleg egy elég kevésé élvezetes elődöntője lesz a Chelsea-vel most. És a másik ágról viszont egyértelműen azt szeretném, hogyha Manchester City jutna be. Na, ez az a mondat, amit a Tomitól nem fogunk hallani. Én imádom az angol focit, de utáltam mindig is a házi döntőket, tehát egy nemzetközi kupának mindig szerintem az a savaborsi a végén is. Ez vett hozzá az Európa Ligát, ahol szintén lehet angol házi döntő, mint ahogy elé is fordult, ugye nem? Manchesterben szerintem csak egy csapat van, úgyhogy arról az ágról elég egyértelmű. Úgyhogy én egy Paris Saint-Germain Real Madrid döntőt várok, és itt jön a faramúci helyzet, viszont a Real Chelsea párharcban pedig a Chelsea-nek szurkolok inkább. És akkor megvan az a pillanat, amikor a Real Madrid Paris Saint-Germain döntőn a Diszpahojban durcásan néz egymásra a Superliga atya Perez, és az olajsejk, aki ugye nem volt meghívva a Superligába, legalábbis állítólag a párizsiak vezetője. Hát nem tudom, én szeretném, nem vagyok Guardiola felkent híve, de azt gondolom, hogy ha valaki, akkor ő, ami szerepet meg, ami jelentősége van a futball történetében, most már nagyon bírnám, hogyha egyszer szerencsétlen nem hasalnál az utolsó küszöbön a Bajnokok Ligájában, és bejutna. Csak tegye ezt máshol, ne? Igen, és a Tuchellel, ha játszan, akkor egy régi poén, amit leszem, hogy megvalósul az a döntő, hogy mind a két csapat 80%-ba birtokolja a labdát. És ha Chelsea Paris Saint-Germain döntő lesz, akkor a Löw Zsoltik mindkét éremből kapnak? Egyébként igen. Akkor tutiság van, tényleg. Ha már a magyar futball sikeréről beszélünk. A konfettit a végén gulyás ágyúból lőjük. Legyen így. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és nagyon bízom benne, hogy sokszor fogunk még beszélgetni az európai és a magyar futball sikereiről. Hát reméljük, hogy majd a Superligáról is valamikor még. Köszönöm vendégeinek, és köszönöm a kedves nézőknek is a figyelmet, viszontlátásra! Start.